Nagy-nagy szeretettel köszöntöm körünkben Pál Gábor zenészt, dobtanárt. Mai találkozónknak a címe Szakmám a szenvedélyem, Felső Rákostól Lisszaboni 30 év. Mielőtt elkezdenénk arról beszélgetni, hogy hogy is volt, az első kérdésem hozzád az lenne, hogy mit éreztél, vagy mire gondoltál, amikor a felkérés megérkezett hozzád, és maradhatunk bűvel. Ja. Hát mindenek előtt jó estét, üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itthon lehetek. Jó érzéssel jövök ide, mert hát ugye fél életemet itt 5 kilométerrel odébb töltöttem el, meg itt Baróton is, meg úgy erdővidék, úgy általában, tehát jól esik mindig ide hazajönni, otthonról hazajönni. És hogy került a címbe Felső Rákos? Hát úgy került a címbe Felső Rákos, hogy igazából minden onnan indul, mert a jó apám meg jó anyám odavalósiak. Valószínű, hogy nem tudja itt senki, de most meg fogják tudni. Igazából a zene onnan indult számomra, mert a Székely János nagyapám, ő hegedűs volt, zenész volt, és neki köszönhetem, hogy hegedűs lettem, mivel ugye az első fiú unokája, na hát akkor legyen hegedűs, mehet. Abban az időben, hány évvel ezelőtt, nem is tudom, de rég volt, akkor ugye hegedűt, meg nagybőgőt, meg harmonikát, meg szaxofon, meg ilyeneket hordoztak, nem szintetizátort, meg elektromos hangszereket. És ezáltal ugye beirattak iskolába, zeneiskolába, és 6 éves koromban neki fogtam hegedülni. Amit bevallok, annyira nem szerettem, mint a focit. Most jobban szeretem, sokkal többet fociztam is, mint gyakoroltam, ez hallatszik is, amikor játszom, tehát nem titkolom ezeket a dolgokat. Na, de minden oda kötődik, és aztán így lassan-lassan telt az idő, és rájöttem, hogy hát én inkább dobolnék. Ezt már olyan 8-9 éves lehettem, amikor nagynéném, édesanyám testvérének a férje dobolt, és volt nála, közvetlen egymáshoz közel laktunk, és nekik a kicsi házba, a kicsi szobába a szekrény tetejére fel volt téve egy gyönyörű, szép kék kelet-német dobszerkó, ami abban az időben annyit ért, mint egy jó autó, tehát az gyémánt volt. Ahányszor elmentem oda, náluk mindig néztem a szekrény tetejét, hogy milyen szépen ragyognak azok a kék hangszerek ott. És egyszer csak valamelyik egy adott pillanatban meggondolta magát a nénémnek a férje, és eladták a hangszert. Na hát két ember síratta meg a hangszert, néném meg én. És aztán így lassan-lassan, ugye már otthon már így ütögettem a térdemet, meg stb. És apám észrevette, hogy hát itt valami perzseg ebbe a kölyökbe, a ritmus itt nagyon remekel benne. És aztán ugye volt Felső Rákoson a testvéreim zenekarra, Pál Jancsi, meg Molnár Jóska, meg Bíró János, ők voltak a pillérek a zenekarnak, és hát úgy adódott, hogy a dobos az sose volt, csak mindig ilyen alkalomattán jött, hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik. Ilyen, mint a szaknyelven mondják, session zenész, ugye, aki mindent játszik. Csak hát ők szerettek egyebet is csinálni, mert hogy muzsikáltak, és akkor ez most nem egy jó reklám, de én ezért kerültem a képbe, mert hogy kellett úgymond egy ember, aki még nem tud dobolni, de legalább szereti. És aztán egy adott pillanatban azt mondja a jópám, hogy na, jövő héten te jössz dobolni. Mondom, hát úristen, mit doboljak én, hogy doboljak, hát még hegedűn is se tudok, nem hogy dobolni. Eljött a dátum, és az volt a legelső muzsikálásom a Felső Rákosi Rika zenekarral. Mi voltunk a zenekar? Ez olyan 94 őszén lehetett, én úgy tudom, úgy csatszolom, mert 95-ben aztán voltak némi változások, de ez tudomásom szerint akkor volt. Tehát ez volt a legelső zenekar, és velük játszottam először, mondom, Apácán, a keresztelőn. És az úgy történt, hogy ugye, hát
azt sokan tudjátok, hogy vagy tudják, hogy ezek a lagzik, ezek vagy rendezvények este 6-kor megkezdődnek, és reggel 6 órakor esetleg befejeződnek. Tehát irgalmatlan sok munka van. És olyan 2-3 körül lehetett éjszaka, amikor Jancsi barátom pont mellettem volt, ő azelőtt dobolt is, és már átvette az egyik dobberőt, bal kézzel billentyűzött, és jobb kézzel ütte a lábcinnek, én meg csak bal kézzel kellett a pergadót, mert már nem bírta a jobb kezem azokat a nyolcadokat, tizedokat játszani, tehát így történt az első, és hál' Istennek, hogy reggel nagyon boldogok voltak ők is, meg én is, hogy na végre van egy dobosunk, érted. És én is örültem, tehát 15 évesen már bekerülni egy ilyen zenekarba, és ráadásul, na hát még megkeresd a saját pénzedet is, az nem semmi. És aztán innen úgy elindult a lavina. Egész 10 évet, kerek 10 évet muzsikáltunk együtt. És akkor aztán ez a 10 év alatt is nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát még otthon Szentgyörgyön voltak más zenekarok. Úgyhogy volt szerencsém, hál' Istennek, mindenkivel játszani, mert most szerénységemet félretéve valamiért szerettek az emberek. Szóval én nagyon hálás vagyok mindazért, ami idáig történt. A művészetibe jártam 12 évet Hegedűn. Dobot nem tanultam egészen, de igen, 18 vagy 19 éves voltam, amikor beiratkoztunk Káta Jocó barátommal Kertész Jánoshoz. Ez pont 97-ben volt, mert én már ott voltam, hogy jön a katonaság, és azt mondták, tehát úgy híresztelték a városba, hogy ha az ember beiratkozik valamilyen iskolába, akkor azt nem fogják elvinni katonának. 97 őszint beiratkoztunk, és 98 júniusában úgy elvittek katonának, hogy meg se érezték, hogy hogy hívnak. És meg azt sem mondták, hogy hova visznek. Aztán kisült, hogy Ertő Ernyős. Na de azt is így tudtam meg Baróton egyébként, hogy hova megyek, mert volt egy buzói rendőr emberke, és mondom, megyek katonának Buzóba. Azt mondja, mi a unitáte, hogy mondják románul, nem tudom. Az alakulat. Igen, az alakulat száma. Mondom a számot. Mit csinál? Na mi az? Hát Ejtő Ernyős. Na mondom, jó, helyre küldtetek. Na úgyhogy még repültünk is egyet. Majd időközben, és egy egész évet nyomtam le, mert ugye az egyetem csak azután volt, rá vagy 6 évre iratkoztam be, miután leszereltem, de az egy év az borzalmas volt, tehát én emlékszem, ha jól tudom, még Jocó barátoméknak volt a bátyának az esküvője, azt is tudom, hogy Ürmösön muzsikáltunk, tehát az volt a legelső muzsikálás a katonaság után, és éreztem, hogy csupa rozsda vagyok, tehát nem hittem el, hogy ennyire le tud egy ember ragadni egy kerek év alatt, mert az év alatt nem volt dobberő a kezembe, tehát nem volt ahol, csak fegyver volt, ami... Na és aztán leszereltem júniusba és augusztusba hívott Szilágyi Marika néni, hogy Gábor, Jancsi megy Amerikába, nem szeretnéd dobot tanítani? Hát mondom, Marika néni, hát szeretnék tanítani, csak az hogy kell. És aztán az lett, hogy ugye a 97-ben beiratkozó diákból 99-ben tanár lett. Tehát én a másodévemet saját magamnak tanítottam, mert Jancsi egy év, kerek évet Amerikába hajózott, és én helyette kellett tanítsak. Szóval ennyi volt az iskola számomra az egy év, amíg a katonaság előtt. Egészen 30 éves koromig, arra majd még rátérek. Tehát az első 15 év az autodidakta módon történt, és akkor nem volt ez a lehetőség, hogy minden benne van ugye ezekbe a kicsi kütyükbe. Akkor hát nem az, hogy anyag, tehát kotta nem volt. Egyetlen egy kottáról tudok, dobkottáról, az is román nyelven volt, amit itt raktak össze. Tehát nagy dolgot nem volt ahonnan tanulni. A maximum a kazettákat ugye megfogtuk, és visszaforgattuk, mint jó páran tudjátok, hogy történt annak idején. Tehát ennyi volt a tanulási lehetőség. Most meg minden megvan, csak fenéke, hogy leül és elgyakorolt, kijátszott. Na és aztán egészen 2003-ig dolgoztam az iskolában. Egy évet dolgoztam a Tamási Áron Színházban, és ott zenészként, tehát nem tanárként. Az volt életem egyik
legkedvencebb, legvagányabb munkahelye, így van. Mert ott ugye azt csináltam, amit szerettem, vagy szeretek játszani, és előadások, tehát turnék, meg ezt hasonlók. Tehát az nagyon jó volt, csak az is egy évet tartott, mert aztán sajnos a zenekart felszámolták. Nem miattam, hanem úgy adódott. És akkor még két évet itthon lenyomtam, mármint Szentgyörgyön, és akkor hívott fel jó Sebi barátom, hívott, hogy te nem eljönnél le Bukarestbe. Elmondta a feltételeket, hát mondom, hát én gyalog jövök Bukarestig. Tehát hihetetlenül nagy volt a különbség anyagilag is, meg mindenféleképpen ahhoz képest, hogy mi történt, és még most is sajnos az van, ahhoz képest, hogy mi történt, vagy mi történik itthon, és mi történik oda le. Tehát igazából az van, hogy egy szakmában, hogyha valamit el akarsz érni, akkor nagyjából a fővárosba kell költözni, mert ugye Magyarországon is, Budapesten történnek a dolgok, Németországban is, mit tudom én, Hamburg, Anglia, London, stb. Tehát nem kisvárosokban nincs lehetőség, nincs annyi lehetőség, habár én hálát adok a jó Istennek, hogy Sepsiszentgyörgyön születtem, mert ott állítólag van egy olyan mag, ami ritkaság ebbe az országba, és sőt, még Juhász Gábor, drága jó kollégánk is azt mondta, hogy ő Sepsiszentgyörgyöt New Yorkhoz hasonlítaná, tehát ahhoz képest, hogy mennyi ember van és mennyi tehetség van egy városban, hogyha viszonyítaná ezt a két dolgot. Szóval valahogy nálunk mindig volt egy olyan magam is, most is van, tehát olyan gyerekek, olyan tehetségek vannak abban a kis városban, hogy én csodálkozom, hogy úristen, honnan jönnek ezek a gyerkőcök. Na, és aztán jött 2003, akkor leköltöztem Bukarestbe. Az aztán tényleg, hogy arra is vágytam, tehát próba, zenélés, nem volt semmi más elfoglaltság, nem is volt szükség arra, hogy itt tudom én, két munkahelyed legyen, három munkahelyed legyen, mert akkor még nem volt annyira felhívva semmi, nem volt akkora infláció, nem volt ennyi válság, minden, tehát akkor még meg lehetett élni jó nyugodtan zenélésből, és úgy, hogy hát akkor is úgy adódott, hogy lementem Sebivel, meg Péterrel muzsikáltunk, és közben ugye, mikor már benne vagy a körbe, akkor onnan már halásznak ki, hogy ráérsz a szombaton, gyere velünk, tehát hogy ott már könnyű volt feltaposni a dolgokat, és alakultak a körök, meg a zenekarok, jöttek a művészek, hogy játszanál-e, szóval beindult a gépezet. És 2007-ben volt, amikor megalakult a Popáz zenekar, amelyben most is játszom, tehát a felsőlánkosokkal játszottam 10 évet, az volt az egyik leghosszabb időszak, de a Popázzal 17 éve játszom, tehát az már elmondani is sok szerintem. Egyébként Sós Ágnes a basszusgitárosunk, úgyhogy ugye beszélve a tehetségekről, itt is Erdővidéken is van egy jó pár, és zárójelben mondom, hogy ez a nyáron szervezett erdővidéki zenetáborban is hihetetlen. Mikor megláttam, hogy 40 gitáros van, úristen, mi van itt? 40 gitáros, hát nincs annyi gitár. Szóval hihetetlen volt. Tehát tényleg történnek nagyon-nagyon jó dolgok. A zene az egy olyan mag, nem mondjam gyógyszer, ami mindent tud gyógyítani, bánatot, betegséget, tehát anélkül én szerintem már rég nem létezne ez a világ. Ha nem volna zene, akkor nagyon, szerintem már hamuvá váltunk volna mindannyian. Tehát mielőtt leköltöztem volna, még egyetlen zenekar, azt is el kell mondjam, hát a Transzimánának az a legelső keretben a hegedűs én voltam, tehát és ennek nagyon örülök. Kátai Jocó barátommal ültünk egy szép délután a bisztróba, egy nyári délután, és azt mondja, te, tudom, hogy te szeretsz dobolni, de nem szeretnél hegedülni velünk? Veletek megyek basszusgitározni is, tehát veletek bármin játszom.
És akkor megalakult ugye a Transzilmánia. Tehát azzal a zenekarral két gyönyörű évet nyomtunk le, turnék voltak, meg minden volt, tehát az csodálatos volt az a két év, és az igazság, azt bevallom, hogy csak kottából tudtam játszani, tehát hogyha oda tettek volna, hogy valamit improvizáljak, vagy egy szólót játszódjak, hát ez nem jött volna össze, mert általában ugye aki klasszikus hangszeren tanul, az annak elég nehéz improvizálni, mert az majd nekünk kiteszik a kottákat és játszunk. De ha a kottát elvették, akkor megállt a vonó, tehát nem úgy van, mint a pop, vagy a rock, vagy a jazz zenében, hogy egy csomót úgymond arra készteti az embert, hogy az improvizálást is gyakorolja, meg ilyen dolgokat. Tehát a klasszikus zenész az kottából játszik, csak kottából játszik. Nem mint hogyha például a jazz zenés is nem játszanak kottából, vagy akár a rock zenész. De a klasszikus zenészeknél az van, hogy ott a kotta az úr. Talán egyetlen is biztos, hogy az a, vagy ha bár ne szóljam már magam, de szerintem egyetlen zenekar marad, amelyikbe hegedültem és doboltam is. Mert ugye annak idején hegedű volt, de aztán közben így utólag egy párszor elhívtak dobolni is. És az, ami tavaly március 15-én történt, én utólag láttam csak felvételekből, és örülök, hogy erről felvétel készült. Még most is hiráz a hideg, de szerintem kell mutassam, mert ezt magyarázni már nem lehet. Itt az történt, hogy ismétlen utólag láttam, hogy ezek a drága emberek mindannyian szóval úgymond visszaadták mindazt, amit mondhatom azt, hogy én adtam nekük, és ez hihetetlenül nagy boldogság számomra, hogy egytől egyik, tehát Csaba, Imi, Ceci, Csönye, Paki, Péter aztán elordította magát a végén, mert vele egy külön barátság van, meg Nóra is tett, és ezúton is köszönöm nekik azt a koncertet is, és azt a pár másodpercet, ami ott történt, tehát az nekem egyik legnagyobb élmény volt, amióta muzsikálok, és örülök, hogy az itt történt, mert ismétlem, hogy elég sokat voltam máshol, de én ide úgy térek vissza mindig, hogy itt nagyon sok minden történt, és remélem azt, hogy még fog történni is. Mondtad, hogy autodidakta módon tanultál, de később jártál Budapestre is, tehát igen. Profi tanárokhoz is. Mesélj egy kicsit arról. Igen, az, hát 30 éves voltam, és a másik dolog meg az, hogy már 20 éves koromban szerettem volna kimenni Pestre, csak a Rika zenekar adta kényelem, és az én személyes kényelmem, meg nem tudom minek nevezem, még minek, mit soroljak fel, de az amiatt úgy adott, hogy nem mentem el 20 évesen, mert akkor arra gondoltam, hogy hát kimegyek, akkor most tanuljak, vagy dolgozzak, mert meg kell élni valamiből. Tanulni csak ahhoz, hogy tanuljál, az ki is kell fizetni. Tehát úgy döntöttem, hogy itthon maradok. És már 30 éves voltam, amikor hát kialakult egy út, egy szál, ami által sikerült kimenjek Budapestre, Jeszenszky Gyuri tanáromhoz. Na hát igazából ott kezdődött a ez magániskola, vagy? Nem, ezek magánórák. Magánórák. Igen. Híres dobtanár. Igen, igen. Hát ő a Magyarország egyik legjobb tanára és egyik legfoglalkoztatottabb jazz dobosa. Most már ilyen 60 év körüli. De
rengeteget tanultam tőle, és azon kívül, hogy tanultam, ami főleg itthon, és még mai napig is ritkaság, hogy ugye a kottát csak úgy odaadják, hogy másod le. Tehát van egy ilyen szakmai irítség, hogy nekem megvan, de neked nem adom oda, mert ha te megtanulod, akkor te jobb leszel, és akkor te majd helyette, vagyis elveszed az én helyemet, meg ilyen ezért. Tehát egyszer, hogyha biztos vagy magadban, és tudsz a hangszeren játszani, akkor olyan nincs, hogy én attól tartok, hogy jön Attila és ledobol érte. Tehát ott nem az volt. Ott az volt, hogy én akárhányszor kimentem, mindig ilyen ennyi kottával jöttem, és az volt a baj benne, hogy nem tudtam, hogy most azt a lapot kezdjem, vagy azt, vagy a harmadikat, vagy a negyediket. Ami az is egy kicsit terhelő, mert ugye megvan az anyag, de úristen, most minek fogjak neki, melyiket gyakoroljam. Tehát de onnan kezdődött az igazi létrán való felmászás, mert ami tehát pontosan ugye 30 évnél tartok, leszámítva azt az egy év drága katonasságot, mert az kiesett ebből a 30 évből. Tehát 15 év autodidakta és 15 év tanultam. És nem csak Gyuri bácsitól, hanem volt alkalmam egy csomó más tanárral is találkozni a dob táboroknak köszönhetően. A magyarországi dobtábor, ami július elején szokott elő megtörténni, itt van 7 gyerek, azok mind a tanítványaim. Itt közülük itt van Adorján, Nagy Adorján, nagyon tehetséges gyerek ő is, már lassan 5 éve dobol. És itt úgy mentem, hogy én is tanulónak mentem, viszont ugye ott voltak ők is, a diákjaim. Mindenki dicséretet kapott. Igen, tehát ez a másik dolog, ami nekem, hát én nagyon örülök ennek, hogy ugye most már Bukarestet úgymond megjártam, tehát ott a szakma ismerés, hál' Istennek értékel is. Viszont a legnagyobb öröm számomra az, hogy a magyarországi szakma úgymond az is figyelget, ami mármint a dobosokról beszélek, ami számomra óriási nagy elismerés, mert az egyik legjobb dobiskola a világon az a magyar. És ez annak köszönhető, hogy mióta megalakult 50-es, 60-as évektől kezdve, azóta egyetlen iskola Európa szerte, amelyik folyamatosan vitte, tehát nem volt megállás, szakadék nem volt egyáltalán a tanításban. Sőt, az volt egy adott pillanatban, ilyen 70-es évek közepén vége fele, hogy az igazgató felment a hadügyminisztériumba, és megkérte a miniszter bácsit, hogy hagyjatok pár gyereket, ne vigyétek el katonának, hogy tudjuk továbbvinni ezt az évet, aztán majd utána, hát többen lesznek, és akkor majd. Tehát nagyon sokat tettek ezért, és odáig jutottak, hogy most hát minimum van egy ilyen 6-7 világ színvonalú dobos Magyarországon. Tehát a YouTube-on bárki megkeresi Borlai Gergőt, vagy Szendőfi Pétert, vagy Dörnyei Gábort, vagy ezeket a neveket, akkor ezek már Új-Zélandtól Ausztráliáig és Izlandtól Kanadáig mindent összejártak. Tehát ez a magyar dobiskolának a műve. És örülök annak, hogy én is ennek része lehetek, és tőlük tudtam tanulni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jól esik ez. És ugyanakkor a tanítással kapcsolatosan, mert ugye most már tanítok 5 éve, ott is azt próbálom én is tanítani, amit kaptam, és a terv is az is úgy van felépítve, hogy a magyarországi tanárok által szerkesztett könyvekre, amik nagyon jól meg vannak csinálva, és most már lassan a diákok által is jönnek a babérok, mert van egy-két olyan tehetség, hogy most nem rég egy hónapja lejárt dobversenyen a zsűri 3 tagja, azok csak nézték egymást, hogy mi van itt Szentgyörgyön. Szóval tényleg nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon örülök, hogy ilyen gyerekekkel foglalkozhatok. Cegő Ábel meg Főce Magor, ez a két kis ördög, úgy dobolnak, hogy most az előbb beszéltem Magorról, ő az egyik tanítványom, ő lett az országos dobverseny első helyezettje. Ő 12 éves amúgy, és 3 éves kora óta dobol, 6 éve tanul nálam.
ez az első gyerek, akivel elkezdtem a tanítást gyerekekkel, mert az elején ugye még keresgél az ember, meg nem tudja, hogy mit, hogy csináljon, mit tanítson. Tehát csak felnőttekre foglalkoztam, és az édesapja felhívott egy napon, azt mondja, van egy fiam, be kéne hozzam hozzá, hány éves? 6 éves. Hát 6 évessel nem úgy dobolni, hát még beszélgetni is, hogy legyen az a társalgás. Mondom, hívjál vissza 2 nap múlva, akkor tényleg rengeteg suli volt, meg minden volt, tehát nem volt időm amúgy sem foglalkozni. És rá 2 hónapra ugye telefonhívás, na mondom, gyertek le. Ott a dobtermemben, ahol gyakorlóterem, meg mindenféle próbaterem, meg minden van. Lejöttek, és beült Magor dobolni, hát én megfagytam érte. Tehát mondom, ezzel a gyerekkel foglalkozni kell, mert ekkora tehetséget szerintem egy akkora városban, mint Sepsiszentgyörgy, most nem akarom senkinek az érdemeit, érdekeit és a tehetségét, meg bármit, amit, de ezt vállalom. Tehát egy ekkora tehetség szerintem 50 évben születik egy akkora városban, mint Szentgyörgy. Úgyhogy én örülök, és köszönöm, hogy hozzám hozták, és büszkélkedhetek ezzel a gyerekkel, mert hihetetlen. És ő most 12 éves, tehát már úgy dobol, hogy csak én is nézem, mit játszik Magor, érted? Azt kérdezem meg, hogy a címbe miért adtad azt, hogy most a Felső Rákos tudjuk, hogy Lisszabonig? Hát azért, mert eddig az volt a legtávolabbi pont, ahol eljutottam a zene által, mert ha minden utamat megnézem, akkor 95%-ában a zenével mentem. Ott meg a Lisszabontól egy 100 kilométerre voltunk egy nemzetközi jazzfesztiválon, egy Jazzitab nevű zenekarral, akik hát nagy részük bukaresti. És hát arról elmondhatom, hogy akkor 2004-ben az egy olyan Románia válogatottja volt, zenészekből, hál' Istennek én is oda kerültem, mert ott volt Jósebi barátom, és hívott, hogy gyere, meg kell dobolni, majd jó, jövök. De nagyon-nagyon jó zenészek voltak, egytől egyig az egész. És úgy kerültünk el Lisszabonig, aztán mi volt még? Volt hát a Franciaország, Görögország, Brüsszelben még hol voltunk, itt-ott elmentünk. Jazzfesztiválok, igen, meg még klubzenélések is voltak. Jó alkalmak ezek, mert ugye 2-3 órát repülsz, aztán leszállsz, 2-3 napot vagy, hotel, minden. Egy jó muzsika, és jössz vissza. Meg is fizetik, tehát. És igen, a másik dolog meg ez volt, hogy valószínű, főleg, hogy a gyerekek is itt vannak, akik a szakmában vannak, és valószínű ezt szeretnék csinálni, hogy amikor innen leköltöztem Bukarestbe, hát úgy volt, hogy itt ugye korrepetitor voltam hegedűvel az iskolába, néptáncot korrepetáltam, és az akkori fizetésem az egynegyede volt annak, amit aztán Bukarestbe kerestem, és úgy, hogy 2 napot dolgoztunk egy héten. Tehát a többi effektív gyakorlás volt, meg próbák, tehát az a munka is az ilyen egyórás koncertek, szóval ez egy kicsit elszomorít, hogy itthon még mai napig így úgymond alá van becsülve a szakma, de ezért nem tudom, hogy tudnánk mi segíteni. Valószínű, hogy lehetne, hogyha a zenészek összefognának, csak ez egy másik dolog, hogy a zenészek összefogjanak, ezt országos szinten is próbálták, nem sikerült, mert mindig a széthúzás van, mindig az okoskodás, és emiatt még mai napig ez a hátrányunkra van, nem az előnyünkre. Igen, ha már itt vagyunk ennél a zenekarnál, akkor hol is van? Itt van ez a csapat. A Sárosi Péter zenekar, itt egy tévéfelvétel.
azt érzem, hogy az elmúlt 10-12 évnek a gyümölcse az úgy most kezd beérni. És valószínű, hogy annak köszönhető ez a dobverő is, ami ugye nekem a dobverő az nekem szent, mert hogyha ez nem lenne, akkor valószínűleg nem lennék én sem itt, vagy úgy egyáltalán. Mert hát ezzel játszom, ezzel szórakozom, ezzel érzem jól magam, ezzel keresem a kenyerem, szóval ezáltal ismer egy csomó ember. És az egyik, hát mondjam azt, hogy távol ismerős kolléga felhívott egyszer, hogy szeretnénk, hogyha képviselnéd a Corvin márkát, ami még egyelőre egy ilyen nem nagyon ismert cég, mert 2-3 éve gyártják a dobverőket, és adtak próbába 2 pár dobverőt. Ugye a fél évig próbálgattam őket, és akkor mondtam, hogy hát rendben van, tetszik. Én tényleg, tehát hál' Istennek nagyon igényes vagyok a hangszerre, és hangszerem is most már, az is egy érdekes történet egyébként. Itt van az a hangszer is, amivel Jan Csíka játszottam ezelőtt 30 évvel, egy román dobszerkó, amit aki ismeri a román dobszerkókat, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát, hogy is mondjam, mint hogyha most elővennél egy Warburgot, vagy nem tudom, egy Moszkvicsot, vagy egy... Az még mindig jobb volt a Dacia, mint az a dobszerkó, ahogy nézett ki. És akkor attól most addig, ami van, a Sonor német hangszerem, amiről évekig álmodoztam, tehát óriási nagy a távolság. Na és aztán Zsolt barátomnak mondtam, hogy, vagyis kollégának, hogy oké, legyen meg az üzlet. Egyelőre csak ilyen szóbeli szerződés, mert mondom, még nem akkora cég, hogy mint például egy Wickfield világmárkájú dobverőgyártó. De én nagyon büszke vagyok, hogy ezen a dobverőn az én nevemet írja, mert mondom, talán nekem a dobverő lehet, hogy még fontosabb, mint a hangszer, mert a hangszer az lehet bármilyen, hogyha jó, persze most fakanállal is lehet játszani, mert azt mondják, hogy nincsen rossz zenész, csak rossz hangszer. Nem igaz. Van rossz zenész, és nincs rossz hangszer. Tehát, hogyha egy adott pillanatban már úgy érzed, hogy bármin ki tudsz hozni egy olyan hangot, hogy valamilyen szinten megszólaljon az a hangszer, hogyha jól megütött. Tehát az egész az ütéstechnikánál kezdődik, legalábbis a vagy akár a pengetés technika a gitáron, vagy akár a fúvás technika a fúvós hangszereken, úgyhogy lehet jól játszani rossz hangszeren is, az csak attól függ, hogy ki játszik rajta. Egy zárójel, Kolozsváron voltunk egy jazzfesztiválon, egy nemzetközi jazzfesztiválon, és kit említettem az előbb, Juhász Gábor, ő volt a meghívottunk, és minden koncert után, minden este egy ilyen pubba jammelés volt, ilyen örömzenélés. És mi kint voltunk, ott volt Péter, Gyergyai Szabi, Gábor Szabi, meg én, négyen ott valahol ott a pub előtt, ott nyár volt, ugye szórakoztunk, és egyszer halljuk, hogy valaki gitározik, és hát ez Gábor, menjünk be, nézzük meg. Hát olyan gitár volt, nem tudom, hogy kerülted az a gitár, valamilyen no-name tudsz értetted, tehát komoly hangszernek nem lehetett nevezni, de az a gitár úgy szólt, hogy mi ráismertünk, hogy Gábor játszik, érted? Tehát azt mondja, Gábor szavazta, hogy hát Juhász Gábornak se fűtött a kezdbe, az is megszólal, érted? Tehát tényleg vannak olyan zenészek, hogy bármilyen hangszert meg tudnak szólaltatni. És én nagyon büszke vagyok erre a dobverőre, ugyanakkor arra hangszerre is, ami most van. Még egy nagyon fontos dolog szerintem, azt mondhatom, hogy a 30 év egyik legfontosabb eseménye volt számomra az István a király. Egy olyan két órás darabot lejátszani, az egyáltalán nem könnyű, nem azért, mert én játszottam, hanem ez tényleg így van. És főleg az, hogy a színpadon mellett még van, szinte 200 ember volt még, kórus, meg énekesek is. Nekem ez volt eddig az egyik legnagyobb, egyik legnagyobb kihívás szakmailag ezt megcsinálni, mert
az, ez az Islána király, ez egy nagyon-nagyon komoly történet, akár zenésznek, akár színésznek. Viszont nálam az volt, hogy ugye rock opera, hát rock zenekarnak ugye a motorja a dobos, és vannak, akik azt állítsák, és szerintem jogosan, nem azért, mert én dobolok, de hogy amilyen a dobos, olyan a zenekar. Tehát egy rossz dobos egy jó zenekart is szét tud dobolni, szét tud verni, de egy jó dobos egy rossz zenekart is össze tud szedni, tehát nekem ez volt az én fejemben, és akkor kérdem a Werner Gábort, hogy hát te vagy a karmester, tehát te vezetsz mindent, és ki fog inteni meg, indítani meg minden? Hát te, Gabikán, szóval te vagy a dobos. És akkor így jött, igen, hát így van, mert ez nagy felelősség volt, az biztos. Mert nálam volt az összes indítás, mert nálunk a kontroll most már úgy működik, hogy a fülmonitorok vannak. Tehát én bedugom a fülemet, ott úgy hallom, mintha a zenét hallgatnék. Kint akkor a hangerőben, hogy mindenkinek a feje, füle szakad le, én nyugodtan játszom. Tehát én csak a zenekart hallom, meg egyéb semmi külső zaj nem jön át. Max, hogyha nagyon öröngenek és nagyon tapsolnak, az persze az átjön. Egyébként így volt az István királyon, ugye ott is csak azt hallottam, hogy mi történik a színpadon. És a végén, mikor kivettem a fülemből a két dugót, akkor így meglepett az a 2000 embernek az öröngése meg a tapsolás. Persze ez nagyon jól esett. Tehát ez az, ami éltet, és egyfolytában visz tovább, mert sajnos a zenészek azok úgy vannak nézve a társadalomban, hogy ez nem munka. De, tehát, és ez abból adódik, hogy nincsen oktatás az iskolákban elsősorban, vagy többek közt. Mert én azon az elemben vagyok, hogy minden egyes gyereknek első osztálytól nem kötelezném, csak meg odaadnék neki egy fűszálat, vagy egy dorongot, vagy egy furuját, vagy egy heget, vagy bármit, próbálja ki, érted. De hogyha még 8. osztályban se tudja, hogy az gitár, vagy az dob, vagy az bármi, akkor azt nem fog soha büdös életben lehet, hogy még csak zenét sem hallgatni, nem, hogy egy kicsit igényesebb legyen. Így van, így van. Hát szerintem el a legjobb példák a roma gyerekek. Hát ugye Szent Györgyön is az őrkőn, hát olyan tehetségek vannak, úgy táncolnak, úgy énekelnek, hogy megfagysz. De ott vannak taposák a sárt, mert nincs, aki őket onnan kiszedje. Na, de nagyon fontos lenne az oktatás elsősorban, hogy az egy kicsit valamilyen szinten zeneórák sincsenek az iskolában, lassan már testnevelés volt. Ez két legfontosabb dolog szerintem, a zene és a testnevelés. Tehát az egyik lelki támasz, a másik meg fizikai szükséglet, úgymond. Tehát ugye menszána in corpore sano, ha nem vagy egészséges, akkor mit ér az élet? Csak egy ára fogfájásnál már semmi kedved nincs semmire, nem hogy még muzsikálja. Szóval persze attól még muzsikálni kell, mert a színpadra, amikor felállsz, akkor azt nem szabad lássák ott, hogy mi történik, vagy mi történt otthon, vagy neked esetleg adósságod van, vagy mit tudom én, ilyen dolgok. Tehát ezek apró dolgok, amikről nem nagyon beszélnek az emberek, mert ugye hát titkok, de hát ez a zenész élet. Évente most hány koncertetek van, merre jártok? Hát mindenfele. Popászal 17 éve játszom, tehát voltunk, a Deltában is voltunk, mentünk Szent Györgyre. Menjünk Szent Györgyre, de vagány, otthon muzsikánk. Közben Deltában Szent Györgyre mentünk, szóval szúnyogok jól megettek. Voltunk Jászban, voltunk, hol voltunk még? Váradon, Temesváron, mindenhol megyünk. Tehát, de mivel rendezvényzenekar, tehát nem, ugye nem rádiózenekar, meg tévézenekar, így kevesen ebben ismernek, és nem hívnak szanaszét. De van bőven muzsikálás, úgyhogy annyi van, hogy még mellette más zenekarra is tudok menni, mert én valahogy úgy voltam mindig, hogy nem bántam, hogyha van 2-3 zenekar. Volt egy olyan periódus is, amikor 10 zenekarba játszottam, nem egyszerre persze, hanem felváltva, hol egyikkel, hol a másikkal. De az egy kicsit úgy húzós. Akkor olyan van, hogy most kettő közül kell választani, akkor... Nem kellett sose választani, mert itt a Popásznál mindig az van, hogyha velük muzsika van, akkor ők a prioritás, tehát nem mehetünk máshova. Akkor, hogyha, mit tudom én, valami egy héttel azelőtt
bejön, akkor igen, azt el lehet vállalni, mert ugye most nem fogunk otthon ülni, hogyha hív más, de általában a prioritás az a popász. De az van, hogy velük ugye hétvégéken zenélünk, tehát vannak még más napok, akár vasárnapok is, amikor el tudunk menni más zenekarokkal, fesztiválokra, tehát van ahova, vagy sikerül összehozni, úgyhogy az érdekes, hogy ugye mivel az ember dobol és ez a szakmád, meg ez a hangszer, amit nagyon szeretsz, az egyik legnagyobb megtiszteltetés az, amikor elvinnek egy dobfesztiválra, ami abból is sajnos csak egy van egész országban, az is Csíkszeredában van, ilyen minden év augusztus első hétvégén, de legalább van, viszont én szeretném, hogyha lenne még legalább még kettő, mit tudom én, Várad és Bukarest, de ez csak Csíkszeredában történik meg. És oda is elhívtak legelőször ezelőtt 19 évvel, és aztán utólag még ezelőtt 5 évvel is ott voltunk. Persze azért ilyen kevésszer, mert hát más is ott meg kell jelenjen. Arról mesélj, hogy milyen terveid, álmaid vannak, amiket szeretnél elérni következőben. Igen, hát az álmom az még mindig él, és valószínűleg annak is köszönhetem, hogy az eddigi megmászott létrát, mert nekem, én úgy érzem, hogy óriási nagy létszet tettem fel. Ha nem fogom elérni, ez van, én még mindig reménykedem, hogy elérem, ha bár egyre realistább vagyok, hogy azt elérni, az tehát az már világszínvonal, mert tehát oda a dob mögé beülni, annak a művésznek a zenekarába, az tehát a legutóbbi három világturnén a világ, tehát szó szerint a világ legjobb dobosai voltak, és akkor ilyenkor adsz két pofot magadnak, és megébredsz magadhoz tész, tehát... Titok, vagy nem? Titok, mert nem is fogom mondani, mert azt mondják, hogy hülye vagyok. De oké, az vagyok, tehát van két-három ember, aki tudja, és, de ezt tényleg nagyon kevés embernek mondtam el. Valaki rákeresett 2021-ben egy interjúban elmondta. De nem, az nem ő. Tehát nem ő, ott Stinget írta, persze, hogyha vele is érted, tehát akármikor, egyik kedvenc művészem és egyik kedvenc zenészem, meg zeneszerző, meg bármit, tehát neki olyan dala nincs, amire azt mondhatnám, hogy nem tetszik. De egy más emberről van szó, más művészről van szó, persze világsztárról is. De a lényeg az, hogy ezek a dolgok is, tehát úgymond az álom is, az álmodás is, csak előre visz, így van. Más elérhetőbb? Hát én szeretném, hogy minél több gyerekhez eljusson a tudás, amit az utóbbi 14 évben tanultam, és nem csak az, hanem az előttiek is. Kell indítani egy dobiskolát, hogy A legnagyobb baj azzal van, hogy idő. Mert én most már én úgy vagyok, hogy belőlem kéne még egy fél ember, hogy azt bevállaljam, amire úgymond felkérnek, vagy szeretnének megkérni, vagy mit tudom. Tehát hál' Istennek van gyerek, diák, egy csomó, csak egy napnak 24 órája van, egy hétnek 7 órája van. Tehát még kéne legalább egy nem tudom milyen nap, egy 8. nap, legalább annak 30 órája, hogy a többi is beleférjen. Tehát nincs idő. Örülünk nagyon, hogy Erdővidéken is egy kicsit most megindult az utóbbi két három esztendőben, és itt a jelenlévők között is sok fiatal van, hogy tapasztalt öreg zenészként mit tanácsolsz nekik, hogy minél sikeresebbek lehessenek az életükben? Elsősorban munka, mert bármennyire tehetséges vagy, hogyha ráülsz a babéraidra, akkor egy pár hónap, egy-két év után megnézheted, hogy mikor szól a telefonod, vagy a naptárod, hogy néz ki, mert csupa fehér lesz, maximum csak azt fogja írni, hogy György 24-e, Jóska 25-e, tehát egyébként nem fog írni, hogy koncert, vagy mit tudom én mi. De a lényeg az, apropó, még így, hogy mondtad, és kérdezted, hogy mi volt az, ami kimagasló volt. Én nagyon szeretem a stúdió felvételeket, és ez is ahhoz tartozik, hogy a gyakorlás, meg egyebek, mert szerintem a zenésznek az egyik legnagyobb feladat és az egyik legnehezebb feladat az a stúdió. Mert ott az van, hogy oda bementél, mondjuk
nem nagyon voltam abban a helyzetben, hogy fizetni kell a stúdiót, ami nagyon sürgősen kell történjen. Itt az egész, mert azt mondják, hogy 12-től 5-ig fel kell venni 5 dalt, akkor az 5 óra alatt fel kell venni azt az 5 dalt, mert többre nincs idő, vagy idő van, csak azt a plusz időt azt fizetni kell. Tehát nálam mindig úgy adódott, hogy azt mondták, hogy na hát vegyétek fel, aztán amikor meg lesz, tehát nem volt sürgetve az egész dolog, egyáltalán a dolog. De az egy nagyon nehéz dolog, mert ott taktjelre kell, tehát metronomra kell gyakorolni, ami ajánlom, hogy nem csak a dobosok, hanem az a zenészek egyik legjobb barátja legyen, hogyha azt akarja mindenki, aki muzsikál, hogy a csapat az együtt szóljon. De ugyanakkor, hát azt is elmondhatom, hogy 30 év alatt talán háromszor mentem úgy próbára, hogy nem voltam 100%-ban felkészülve. Egyszer, az sose fogom elfelejteni, hogy az történt, hogy elfelejtettem egy dalt kiszedni, ami nem tudom, hogy történhetett, de megtörtént. Az nagy lesülés, hogy elmész próbára és azt mondod, hogy én elfelejtettem ezt a dalt. Tehát olyan nincs, ha próbára mentél, akkor mindenki legyen 100%-ban felkészülve, akkor nem kell 8 óráig egymás idegrendszerét ott szétszedni, hanem 2 óra alatt megvan az egész, utána a többi 6 órából bárki csinált azt, amit akar, amit szeret, és nem kell egymás idegrendszerét enni. Tehát jó, ez már egy kicsit ez ilyen mindennapi szint, úgy mondjam, hogy mindennapi próbák, tehát amikor havonta egyszer vagy két havonta próbál a zenekar, akkor lehet, hogy már nincsenek ilyen igények. De akkor is ajánlatos szerintem, hogy minél jobban legyen mindenki felkészülve, és akkor az elsősorban öröm is mindenkinek, tehát jól érzi magát az ember, hogyha Gyuri, Jancsi, Dezső úgy jön, hogy minden működik. Gyakorolni nagyon sokat kell, annélkül nem működik semmi, tehát gyakorlás nélkül, ismétlem, bármennyire tehetséges vagy, ha nem dolgozol, akkor abból babérok nem lesznek. Végszóként én nagyon köszönöm mindenkinek, akivel muzsikáltam, és aki elviselt, és aki jól érezte magát velem, és akivel én jól éreztem magam. Én nagyon örülök annak, amit csinálok, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és remélem, hogy erre 30-ra még jön, még legalább 30, mert azt tervezem, hogy én még 75 évesen is akarok dobolni, úgyhogy zenén is. Köszönöm szépen!